kiemelten támogatnák az időseket. Elfogadta a Hegyvidéki Önkormányzat képviselőtestülete a helyi esélyegyenlőségi programról szóló beszámolót. Kitüntetés az egészségügyi dolgozóknak, a Semmelweis nap alkalmából minden évben jutalmazzák a szakma képviselőit. Budapest ösztöndíjasok, szeptembertől 20 végzős hallgató nyerhet betekintést a fővárosi önkormányzat tevékenységébe. A Budai Híradót látják, 19 órakor, jó estét kívánok! Elfogadta a Hegyvidéki Önkormányzat képviselőtestülete a helyi esélyegyenlőségi programról szóló beszámolót. A program kiemelt helyen kezeli az idősek támogatását. Kovács Lajos alpolgármester az elmúlt 2 év eredményei közül kiemelte az idősügyi koncepció megalkotását, az idősügyi tanács létrehozását és a Szépkorúakért a Hegyvidéken program elindítását. Hozzátette, az eredmények mellett szükség van a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára, például azért, hogy bizonyos társadalmi csoportok integrációját a jövőben hatékonyabban tudják segíteni. Időseknek tartanak egészségügyi előadást a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. Az intézmény Szépkorúaknak szóló programjai szinte kivétel nélkül telt házzal futnak. A Hegyvidéken számos hasonló ismeretterjesztő és kulturális programot szerveznek az időseknek. A 12. kerület lakosságának harmada ugyanis ebbe a csoportba tartozik. Éppen ezért a helyi esélyegyenlőségi program is kiemelt figyelmet fordít az idősek támogatására. A 2 éve útjára indított program eredményeit Kovács Lajos alpolgármester ismertette a június végi képviselőtestületi ülésen. Mint mondta, jelentős sikereket értek el az idősek helyzetének javítása terén. Az ideskorúak tekintetében csak szemezgetvén mi mindent értünk el az elmúlt 2 esztendőben. Idősügyi tanácsot hoztunk létre, van idősügyi koncepció, elindítottuk a Szépkorúakért a Hegyvidéken programot, működik a szalon, a kulturális szalon és ott a Szalon Egyetem. 2013-ban először megrendeztük az idősek hónapját, amely mostani évben is folytatódik, és a jövőben is kívánjuk ezt folytatni. Az alpolgármester hozzátette, az eredmények mellett szükség van a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára. Szerinte például a nők helyzetét és a fogyatékkal élők társadalmi integrációját tovább kell javítani. A fogyatékkal élők esetében érezzük úgy, hogy meg kell találnunk azokat a szereplőket, akikkel egyrészt fel tudjuk térképezni jobban az itt élő, a kerületben élő embereknek az igényeit, és ha ezt feltérképeztük, akkor erre szolgáltatásokkal is tudjunk válaszolni. A helyi esélyegyenlőségi programról szóló beszámolót 13 igen és 2 tartózkodás mellett fogadta el a testület. 13 igen, 2 tartózkodás. A június 25-én megtartott ülésen a költségvetés módosításáról is szavaztak a képviselők. Erre bizonyos tételek átcsoportosítása, illetve költségvetésbe való beemelése miatt volt szükség. Az állami költségvetésre való szokásos elszámolási tételeken túlmenően szerepel benne 2.145.000 forinttal a nyári gyermekétkeztetéshez kapott állami támogatás. Ennek keretében mintegy 100 gyermek részére a szünidő teljes időtartam alatt napi melegétkezést biztosít az önkormányzat. Szűcsnéki Zsuzsanna, a pénzügyi iroda vezetője elmondta, a Küss János altában nagy utca 31-es szám alatti ingatlan, amely korábban az ELTE használatában volt, visszakerült az önkormányzathoz. Így ősztől itt kap majd helyet az Orbánhegyi óvoda tagintézménye, valamint a kerületi kormányhivatal is. Ennek érdekében az épületet az eredetileg tervezetnél nagyobb mértékben szeretné felújítani az önkormányzat, és a használat jellegéből kifolyólag lift kialakítását is tervezi. Ennek a forrását különböző olyan már betervezett felújítási beruházási tételek átcsoportosításával tervezzük, amelyek részben olcsóbban, kisebb ráfordítással megvalósíthatóak a tervezethez képest, illetve áthúzódhatnak a következő évre. A költségvetés módosítását 11 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett fogadta el a testület.
Több külföldi diákot várnak. Növelni szeretnék a magyar felsőoktatásban résztvevő külföldi hallgatók és kutatók, valamint a külföldi tanulmányokban résztvevő magyar diákok és kutatók számát. Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere egy konferencián elmondta, az új 6 éves uniós fejlesztési ciklusban a felsőoktatási mobilitás előmozdítására felhasználható források legnagyobb részét a legalább 3 hónapos külföldi tanulmányi programokra vagy gyakorlatokra fogják fordítani az EU-s célokkal összhangban. Kitüntetést kaptak a hegyvidéki egészségügyi dolgozók. A Semmelweis nap alkalmából hagyományosan megrendezett ünnepélyen ezúttal 2 felnőtt házi orvos részesült az elismerésben. A díjakat Kovács Lajos alpolgármester adta át, aki arról beszélt, az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátása továbbra is kiemelt fontosságú az önkormányzat számára. Dr. Varró Sándor a közelgő Semmelweis nap alkalmából hegyvidék egészségügyi ellátási díjat vehetett át. Házi orvosként 30 éve látja el a betegeket ugyanabban a rendelőben. Mint mondta, a példát édesapjától tanulta, aki évtizedekig praktizált vidéken. Ez a munka, ez nem csak szakmai munka, hanem emberi munka is szerintem a világ legérdekesebb munkája. Hagyományos orvosláshoz mi vagyunk a legközelebb. Nagyon sok szakmai dologgal találkozunk, és az emberi része pedig hihetetlenül izgalmas, izgalmasabb, mint egy folytatásos regény, vagy egy folytatásos tévéjáték. Nagyon sok család életébe beláttunk. Az ünnepségen dr. Pártai Éva felnőtteket ellátó nyugalmazott házi orvos polgármesteri elismerő oklevélben részesült. Mocsári Márta területi védőnő nemrégiben állami elismerést kapott a Védőnők napja alkalmából. Az önkormányzat munkatársai őt is köszöntötték. A jutalmakat Kovács Lajos alpolgármester adta át, aki elmondta, az egészségügyi alapellátás kiemelt fontosságú az önkormányzat számára. Ezért folyamatosan az intézményrendszer fejlesztésén dolgoznak. Az elmúlt időszakban egyebek mellett több rendelőt is felújítottak, miközben nagy hangsúlyt fektetnek a prevenciós programokra. Az egészségügyi díjak kapcsán kitért rá, az elismerések az egyes személyeken keresztül az egész ágazatnak szólnak. Én fontosnak tartom azt, hogy a hegyvidéki közösség megbecsülje és díjazza az egészségügyben dolgozókat, hiszen csak az alapellátásban közel 100 ember dolgozik a hegyvidéken, akik minden nap gyakorlatilag mondjam azt a mi egészségünkért dolgoznak. Ez nem lehet meghálálni a fizetéssel, amely azért nagyon sok esetben nem olyan vonzó. Nyilvánvalóan ezek a díjak nem megoldások, de nagyon fontos jelzésértékűek. Július 1-e a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, ezen a napon született Semmelweis Ignác. Ilyenkor országszerte elismeréseket osztanak az egészségügyi dolgozóknak. Gallai Dolores, a hegyvidéki önkormányzat egészségügyi referense elmondta, a diátadónak a kerületben is komoly hagyománya van. Mivel nálunk egészségügyi alapellátás van, ezért a házi orvosokat, fogorvosokat, védőnöket, iskolaorvosokat érinti ez a díj, illetve 1 évvel ezelőtt kibővítette a képviselőtestület ezt a jogszabályt, és most már a kerületben tevékenykedő és szorosan együttműködő egyéb intézmények szakembereiből is választhatunk. A Normafa gondozási központban megrendezett díjátadó után a 12. kerületi egészségügyi dolgozókat bográcsozással vendégelték meg. A magyar erdészek csatlakoznak Áder János köztársasági elnök fenntarthatósági kezdeményezéséhez. Erről Zambó Péter, az egyesület elnöke beszélt a Kárpát-medence legrangosabb erdészeti találkozóján, az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésén. Mint mondta, arra kérnek minden erdőt szerető embert, hogy az élő bolygónk honlapon keresztül aláírásukkal hívják fel a világ vezetőinek figyelmét a környezeti fenntarthatóság fontosságára. Kevesebb az autólopás. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint tavaly 3796 személyautó ellopása miatt indítottak nyomozást. Ez 887-tel kevesebb, mint a 2013-as adat. A statisztikák szerint Budapest és Pest megye a leginkább érintett. Az egyes kerületekben és a budapesti rendőrfőkapitányságon tavaly összesen 2907 személyautó eltűnését regisztrálták. Emellett a turisztikailag fontos részeken, vagyis a Balaton és a Velencei tó partjáról, valamint a Tiszatónál is szervezettel lopják az autókat.
Megkapták okleveleiket az idei Budapest ösztöndíj program nyertes pályázói. Szeptembertől 20 végzős hallgató nyerhet betekintést a fővárosi önkormányzat tevékenységébe, miközben gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek. A hallgatók 10 hónapon keresztül bruttó 50 ezer forint ösztöndíjban részesülnek, emellett kutatási és konzultációs lehetőséget kapnak. 20 utolsó éves nappali tagozatos budapesti székhelyű felsőoktatási intézmény hallgatója vehet részt a Budapest ösztöndíj programban. A nyertes pályázóknak 10 hónapon keresztül szakmai anyagokat, kutatási és konzultációs lehetőséget biztosít a fővárosi önkormányzat, emellett havi 50 ezer forint ösztöndíjat kapnak. Ez idő alatt a szakdolgozat elkészítése mellett természetesen megismerheti a szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati rendeleteket, a főpolgármesteri hivatal belső szabályzatait, meg tud ismerkedni a hivatal szervezeti felépítésével, illetve a szervezeti egységnél folyó feladatokkal, illetve részt vehet a főpolgármesteri hivatal által szervezett tájékoztató jellegű elméleti oktatásokon, továbbá megfigyelőként részt is kell venni a fővárosi közgyűlés egy ülésén, illetve az állandó bizottságok ülésein. A nyertes pályázóknak Szalai Bobrovnicki Alexandra humán területért felelős főpolgármester helyettes adta át az okleveleket. Köszöntőjében elmondta, a jövő évi programra is sokan jelentkeztek, ami azt bizonyítja, hogy a hallgatók érdeklődnek a közigazgatási szakma iránt. A fővárosi önkormányzat pedig nyitott és együttműködő, felismeri ezeket a változásokat és az innovatív kezdeményezésekkel igyekszik új és előremutató tevékenységet folytatni, azáltal, hogy bekapcsol titeket a szervezeti rendszer megismerésébe. A program keretében kiválasztjuk a tehetségeket, hónapokon keresztül mentorálják a mentorok őket, és valóban igyekszünk megteremteni a fővárosi önkormányzat minőségi utánpótlását ezen a programon keresztül. Ugyanakkor kiváló keretet is biztosít a fővárosi önkormányzat és a budapesti egyetemek együttműködésének a megalapozására is ez az ösztöndíjas program. Vége Ádám Adrián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul közigazgatási mesterképzésben. A szakdolgozatát, amivel az ösztöndíjat elnyerte, a helyi adók rendszere a fővárosban címmel fogja megírni. Mint mondta, szeretné a témát továbbvinni a doktori képzésben, és reméli, hogy sikeresen helyezkedik majd el a közigazgatásban. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és hát ezért is jelentkeztem, mert nagyon jó lehetőségnek is egyben. És szerintem ez sokat segít azoknak, akik később akár az önkormányzatnál, vagy más, akár más önkormányzatnál is, de egy ilyen nagyobb önkormányzat életébe vagy működésébe betekintést nyerhetnek, és ugye ilyen bizottsági üléseken is részt tudunk venni, ami szintén jó tapasztalat szerzés. Ugye én vagy közigazgatás szakos vagyok, ezért ez talán a mi szám, vagy az én számomra ez különösen fontos, mert ugye ezekről a dolgokról ugye elméletben tanultam, vizsgáztam belőle, de a gyakorlatban nem nagyon nyertem még betekintést, és ezáltal így közelebb is hozzá. A 20 Budapest ösztöndíjas hallgató szeptemberben kezdheti meg 10 hónapos kutató munkáját a fővárosi önkormányzat közreműködésével. Ma van a Nemzetközi Duna Nap, amit 2004 óta ünnepelnek a Dunamenti országok, így Magyarország is. A Dunavédelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére a Dunamenti országok június 29-én ünneplik a Nemzetközi Duna Napot, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet Európa második leghosszabb folyójának értékeire és megóvására. A Duna a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig tartó közel 3000 kilométeres útján 19 országot érintő vízgyűjtő területe révén a világ legnemzetközibb folyama. Híreinket az interneten is megnézhetik a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!